Itt tulajdonképpen arról van szó, és ez azt hiszem, hogy valóban Antal Józseftől jött, és ez egy nagyon jó gondolat volt, hogy a bizottsági elnöki helyeket mandátum arányosan osztották szét a pártok között, és az is egy elv volt, hogy minden nagyobb ellenzéki párt legalább egy bizottsági elnöki helyet kap. Az SZDSZ-nek több bizottsági elnöki helye is volt, például a Költségvetési Bizottságot is mi adtuk. És ugye az is az elképzelés volt, hogy a Költségvetési Bizottság, a Titkosszolgálati Bizottság és a Külügyi Bizottság mindenképpen ellenzéki kézben legyen. Ezt a hagyományt egészen 2010-ig folytattuk, azóta ugye ez nem így van, de a Nemzetbiztonsági Bizottságnál még ma is egyébként ez a helyzet. De ez így volt. Na most, hogy miért lett Horn Gyula és a Horn Gyula Költségvetési Bizottság? Hát ez egy alku folyamat volt, ez nem feltétlenül az MDF-en múlott, hanem az összes párt együtt alkudozott azon, hogy ki milyen bizottsági helyet kér, és az MSZP, mint az MSZP elnöke Horn Gyula volt, az nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy a külügyi bizottságot megkapják. Ez azért tudni kell, hogy Horn Gyulának voltak külföldről is támogatói, elsősorban Genscher külügyminiszter. Ha szabad megint egy ilyen kis anekdotával kezdenem, a választás első fordulójának az éjszakáján Genscher itt volt Budapesten, és meglátogatott minket a Mérleg utcában. Ugye nekünk nagyon szoros kapcsolatunk volt, mert ők is szabaddemokraták voltak, liberálisak voltak, és én kísértem föl az 5. emeletre az elnöki szintre a liftben. És a liftben azt mondta nekem, hogy ő egy dolgot nagyon javasol és nagyon szeretne, hogy bármilyen kormány is lesz, hogy akkor azt még nem tudta, akkor még abban gondolkodott, hogy egy nagy koalíció lesz, egy MDF-SZDSZ nagy koalíció, hogy nagyon szeretné, hogyha a külügyminiszteri posztot Horn Gyula kapná meg. Tehát, és ezt utána kifejtette a Kis Jánosnak és a párt elnökségének is ezt, amit ott a liftben mondott. Hát elég hűvösen fogadtuk ezt a javaslatot. Rendkívül demokratikus felfogás. Igen, ezzel meglepődtünk, mert hiszen az még elképzelhető, hogy a külügyi bizottság elnöke legyen, mint ellenzéki, de az, hogy egy kormánynak, aminek nem tagja az MSZP, hanem annak egy ellenzéke, sőt, tehát az összes rendszerváltó párt az MSZP-vel szemben jött létre, mondjuk, vagy az utód, vagy a hatalommal szemben jött létre, tehát ez teljesen abszurd volt, de mégis támogatott. Tudod, hogy Kohl kancellár maga is fölhívta Antal Józsefet ezzel a kéréssel. Igen. Akkor ez nem csak a Genschertől jött. Én a Genschertől találkoztam ezzel. Köszönöm szépen. Ez megerősít. Tehát azért azt látni kell, hogy egy külső nyomás is volt a mögött, hogy Horn Gyula kapjon valamilyen posztot a külpolitika területén. Na most Horn Gyula külügyi bizottsági elnökként, hát ezt elég erőteljesen a saját építésére használta, ez kétségtelen tény. És az is igaz, hogy ugye egy professzionális külpolitikus volt, de a kisebbségi kérdések nem túlságosan foglalkoztatták. Ez tény. Ez egyébként az igazság az utódjáról is elmondható. Tehát ugye 2 évig volt külügyi bizottság elnöke, és akkor itt elég sok vita támadt az ő tevékenysége körül, és ekkor végig is úgy döntött a parlament, hogy őt fölhívja arra, hogy, illetve az MSZP-t fölhívja arra, hogy cserélje le, és ekkor már Kovács László vette át a bizottság elnöki posztját. Ővel sokkal könnyebb volt együttműködni, sokkal inkább kompromisszumkész volt, de mondjuk ez a kérdéskör, ez a nemzetstratégiai kérdéskör az ő érdeklődésének sem állt a középpontjában.